Érj haza! Ez a legújabb figyelemfelhívó baleset megelőzési kampány jelmondata. A legfőbb célja felhívni a figyelmet arra, hogy a balesetek elkerülhetőek lennének, ha a gyalogosok és a gépjárművezetők figyelmesen, kiemelt körültekintéssel, a közlekedési szabályok betartásával közelítenék meg a vasúti átjárókat. Ez sok esetben sajnos nem így történik. A MÁV honlapján számos elrettentő fotót közzétett már az utóbbi időszak legdrasztikusabb baleseteiből. Ezek jelentős része elkerülhető lett volna. 2009 óta nem fordult elő olyan útátjárós baleset, ahol bármilyen módon megállapították volna a vasút felelősségét az utólagos balesetvizsgálatok. Az idei évben már 32 útátjárós baleset volt, és ami még szomorúbb statisztika, az az, hogy többen haltak már meg idén ezekben az útátjárós balesetekben, mint tavaly egész évben összesen. Tavaly összesen 86 ilyen baleset volt, előtte évben pedig 62, de mi azt gondoljuk, hogy egy ilyen baleset is túlságosan sok. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye érintettségében az előző években nem volt változás, tavaly is és tavaly előtt is 7 útátjárós baleset történt, az idei évben pedig a mai napig bezárólag 3 baleset történt útátjáróban. A MÁV ZRT az elrettentő fotók, videók és plakátok mellett kezdeményezi a KRESZ szabályok megsértőinek drasztikus szankcionálását. A vasúti átjárókban történt balesetek jelentős részét ugyanis az oda behajtók figyelmetlensége és a KRESZ előírásainak megszegése okozza. Nem néznek körül az átjáróba történő behajtás előtt, csúcsforgalomban bent ragadnak a kereszteződésben, agresszívan és gyorsan hajtanak a sofőrök, vagy éppen vezetés közben telefonálnak. Ezzel pedig komoly károkat is okoznak. Évente 800-900 félsorompó rúdját törik le az autósok. A tavalyi évben több mint 1 milliárd forintnyi kár keletkezett a vasúti pályában, az infrastruktúrában, a biztosító berendezésben, a járművekben, a mozdonyban, illetve hát ehhez hozzá kell még számolni az utasokat ért károkat is. A mozdonyvezetők még ha nem is sérülnek meg fizikailag egy-egy ilyen balesetben, nekik ez mentálisan nagy terhelést okoz. Minden tekintetben igyekszünk nekik segíteni. Ugye balesetvizsgálatkor megkérdezik tőlük, hogy tudják-e folytatni a szolgálatot, hogyha nem, akkor kérnek egy leváltót. Utána élhet a mozdonyvezető a rehabilitációs szabadsággal, illetve mentori segítséget is igénybe vehet. Ez azt jelenti, hogyha visszatér a munkába, ez nyilván az ő döntése. Hogyha orvosi segítségre szüksége van, azt is természetesen igénybe vehet. Tehát, hogyha visszatér a munkába, akkor 2 alkalommal egy munkatárs, egy másik mozdonyvezető elkísérheti a szolgálatba, kvázi egyfajta pszichés támogatást, biztonságérzetet adva neki. A vonat féktávolsága több száz méter, így a mozdonyvezetőnek az átjáróban szinte semmi esélye nincs az ütközés megelőzésére.